Átvettük az uralmat a Jól van az ígyben. Megérkezett a vidám péntek. Vidám percek. Vidám lélek. Zöld erdőben mendegélek. Megtámadott egy borsodi mém. Felrobbant a cérnagyár. Miért talakszik Józsi néni? Miért nem moskezett Jolán? Kiderítjük. Azt is. Hogy melyik a legtekisebb fesztivál? Adsz erőt. Adja kerőt? Adj erőt. Mert száraz tónak nedves partján... Döglött béka kurutyú. Én ezt el fogok süllyedni szégyenembe, tényleg. Van szex? Nincs szex. Mert az undi? Ez itt egy krumpli. Ma minden a feje tetejére áll. Ma még feliratkozhatsz. Ma még donételhetsz. És hogy mitől leszel nagyon ideges? Ettől. De mikor kezdjük már el? Most. Jut eszembe, van olyan szó, hogy nyüst. Füst. Adj erőt! Szóval, miért is vagyunk itt? Biztos, hogy nagyon hiányzik a Csoki és az Ádám mindenkinek, és ezt mi is tudjuk, de volt egy pár ilyen brainstorm a háttérben, és akkor szeretnénk csak így picit elitek tárni, hogy mi is történt. Arra gondoltunk, hogy a múltkori adás, amikor a Tekivel voltunk, olyan kedvesen fogadtátok, hogy arra jutottunk, hogy de jó lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk Ádáméknak is segíteni, néha beugrani helyettük, és amikor a Célnagyár turnén volt, ott is te milyen visszajelzéseket kaptál? Hát ugye... Én nem emlékszem, hogy a turné és az adásunk közt mennyi, hát ez kúra vicces, ez jön ki a füst a mikrofonálványból, szóval, hogy nem tudom, hogy mennyi idő telt el, de már ott is jöttek oda úgy emberek, hogy látták, és tetszett nekik, meg nem tudom. Most én összességében nem tudom, mert az a ti szokásotok, főleg a tiét, hogy beleolvasgatsz több kommentet. Én a végén olvasgattam bele, az utolsó párat így beletekertem, de tényleg egészen kedvesek voltak az emberek, és nem láttam olyan rettenetes nagy negativitást. Ettől függetlenül majd most persze lehet bármi, meg az egyszeri dolog, de lényeg az, hogy Ádámék is, meg mi is azért kaptunk visszajelzést, hogy tök jó volt, hogy nem minden nap, de hogy néha így más arcok is feltűnnek innen, és nem az utcáról úgymond, hanem mi ugye itt dolgozunk, ugyanúgy a Cérnagyárban, szóval, hogy mi itthon vagyunk, ha úgy tetszik. Igen, úgyhogy beugrunk, és ezen kívül annyira sok kedves komment érkezett, és olyan sok ember, aki még sose kommentelt, ugye beszéltünk a múltkori adásban erről, hogy első alkalommal csetelőket mennyire szeretjük, ők. Mert az tényleg ilyen aktivitást indít, és hogy valaki hát, rászánja magát, hogy először pöttyögjön, azokat láttad? Azokat láttam, hogy sose kommentelt se. De hogy ezt most csak azért. Igen. Hát nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen, úgyhogy ezt a jó szokásatokat bátran tartsátok meg, mert Ádám azt mondta, hogy csak a számok érdeklik, a bevétel, a lóvé, jön rá a dollár. Az, hogy itt két bámú, vagy tök mindegy, mi van, mindegy csak pörögjenek a dolgok. Igen, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha megmutatjátok Ádámnak, hogy közepesen nem utáltok, de egyébként utálni is lehet, ezt tudod, miért mondom? Mert miért honnan tudnád? Ugyanis tudod, mi vagyunk mi? Olyan vagyunk, mint egy ilyen rossz éjszakai pizzázó. Ezen gondolkoztam tegnap, figyelj, múltkor. Rendelni akartam éjszaka valami bűnös pillanatomban. Hát az valami, elég bűnös lehet. Igen, valami pizzát ilyen hajnal egykor, kettőkor, nem tudom, de régebben volt már. Mindegy, és megnéztem, hogy milyen kiszállítás van a Wolton. És láttam, hogy van, mit tudom, ötféle pizzéria. Mit tudom én, most mondok ilyen. Pizza tücsök, pizza rigó, meg nem tudom, pizzika, romero. És megnéztem, hogy az ilyen képek vannak, itt ilyen pizzákat lehet rendelni, tök más, nem tudom. És megnézem az egyiket, hát ez se tetszik, de egyébként van egy-kettő jó. Megnézem a másikat, itt másfajta pizzák vannak, az se rossz, nem tudom. És néztem egy csomó mindent, és megnézem már, hogy honnan érkezik, mennyi idő a kiszállítás, és képzeljétek el, utána néztem, mindegyik ugyanarról a helyről szállít. Szóval igazából eladták 3-4-5 néven ugyanazt a portékát, mert az ember azt látja, hogy válogathat, azt látja, hogy ó, itt van több lehetőség is, de igazából a lóvé ugyanoda folyik vissza. Na, ezt csinálj velünk, Ádám. Hogy tök mindegy, hogy ki van itt. Igazából... neki csak az a lényeg, hogy hozzá visszafogjon a bevétel. Ez nem egy olyan, most, hogy így mondod, én 3D-s céggel, hát ilyen hálószobai cég, de hogy céggel találkoztam így, hogy 3 különböző honlap, 3 Insta, 3 minden, meg egyébként azért így van szemem nagyjából hozzá, hogy a képek is elég hasonlóak, ugyanolyan szarok voltak mindenhol, pontosan ugyanazokat hibák voltak elkövetve mindenhol, és ugyanaz a e-mail cím a végén, szóval ott is megpróbáljuk úgy brendelni a dolgokat, hogy tényleg, hogy válogatsz, meg ad árajánlat, valószínűleg még az árajánlat is más a 3 izébe, de minden ugyanoda érkezik be. Ez tök érdekes, de Ádám végül is tulajdonképpen ezt már rég
kitalálta. Úgyhogy igazából az, hogyha minket szerettek, vagy utáltok, az neki ugyanolyan jó. Úgyhogy teljesen mindegy. Teljesen. Csak az a lényeg, hogy valaki nézze. Ez az két dolog fontos neki, hogy menjenek itt a dolgok. Kettő, hogy nem kell itt lennie most. Igen, az most biztos tehát... heverészik, vagy hemperek. Nem, vág nem, valamit. Biztos vág valamit, mert... dolgozik. Szóval Cérnagyár turné, csak így fél szóba. Ja. Nagyon jól éltük, megköszönjük mindenkinek, aki eljött. Tudom, erről már volt szó, de mi is szeretnénk megköszönni az ott látogatóknak, a bátorítóknak, a sok kedves embernek, szóval mi nagyon élveztük, szóval feltöltöttünk, meg nagyon jó volt a személyes visszajelzés. A visszajelzés dolog nem iszonyú fontos. Nyilván kommentek is ilyen szempontból tök jó, hogyha látjuk, hogy én mindent elolvasok, szóval ez a szörnyű vagyok. Na azért mondom, hogy Peti, az tényleg végig azért meg. Szem igazából 18 vagyok, de ennyinek nézek ki. Én úgy szoktam, hogy amikor kikerül, mondjuk a előző adásunk, vagy akár a Cérnagyár turné és kis ilyen videó, amit Ádám összevágott, az első 5-10 percben ránézek, utána el is felejtem, és amikor egyszer így hetekkel később így eszembe jut, akkor így visszanézek, és párat így végigtekergetek, de hogy nekem nincs bennem az, hogy például a múltkori adásnál is, hogy így jönnek a kommentek, és akkor így olvasgatom, hanem így az első 5 percben megnézem, hogy mi van, nem mintha bármi jelentősége lenne ott is, de utána én nem nézek rá mondjuk este. De nem is azért, mert nem akarok, mert hogy de fasz a gyerek vagyok, hogy el is felejtem, meg nem érdekel, és eltelt múltkor is egy 2 hét. Szerintem visszajöttünk a Cérnagyár turnéról, és utána néztem rá az előző adásunk kommentjeire, szóval, de jókat láttam. Na, én egyébként tök nyitottan állok a kommentekhez, meg a visszajelzésekhez, mert persze vannak rossz indulatúak, meg van ilyen, van olyan, de egyébként volt, amit beépítettünk a Cérnagyár turnénál az egymás után lévő adásokhoz képest, az alapján, mit kaptunk vissza az első fellépés után, mert mondtak tök jó ötleteket az emberek, és akkor mondtam Ádámnak, hogy mi lenne, ha ezt meg ezt így csinálnak, és akkor kipróbáltuk, és jobban működött a második este, meg a harmadik este, úgyhogy köszönjük a visszajelzéseket, én nyitott vagyok ezekre, úgyhogy ennyit erről, szóval bátran írjátok meg, hogy ha nem tetszik, vagy tetszik valami, mert ez alapján tudunk mi is fejlődni. Na de teki, miért vagyunk ma itt azon kívül, hogy próbálunk segíteni Ádáméknak? Ez a vidám péntek. Azt szeretnénk, hogy itt egy kicsit ki lehessen kapcsolódni, úgy elmenni hétvégézni, hogy nem csak politika van, hanem próbáljunk egy kicsit felszabadulni, örülni annak, hogy élünk. Nagyon nincs pénteki érzetem egyébként. Mocskosul nincs, izgulok nagyon. Azt érzem, hogy most melózom. Most, tudod mi? Visszajött ez az érzés, mint a turnén volt. Nem olyan durván, mert itt kinézek, és nem látok 700 embert, hála a jó Istennek. Viszont van egy kis ilyen, azóta nem éreztem ezt egy hónapja, hogy tudod így, ajaj, ajaj, megint. Így már vártam, hogy egy kis izé, csokid, vagy egy kis tampót, vagy valamit. Csak így benyúlna egy ilyen kis izé, vagy úgyhogy nem azt mondom, hogy izgulok, de érzem azt, hogy más. És pont Csoki mondta, hogy de hát ti szoktatok streamelni. Igen, de tök más, és csak nem is a számok miatt. Lehet, hogy az is, hogy nem a mi setupunk, nem a megszokott környezet, tehát nem itt töltjük azért a napunk nagy részét, nem tudom, más azért. Ugye ez egy kísérleti adás, lehet, hogy soha többet nem látok bennünket, de 2 hét múlva elvileg még leszünk, megnézzük, hogy ezek hogy sikerülnek, ja, utána jön a nyári szünet, és akkor Ádám még kiértékelik, statisztikákat megnézik, összehívják a Cérnagyár elemzőket, vettek fel, igen, és így rajzolnak. És nézik a grafikonokat, hogy ki mikor kapcsolja el, hány reklámot néz meg, nem tudom, csak ez alapján eldönti, hogy mi legyen sorsot. Hát ez a poén nem működött, kuka. Ez kuka az egész, pont egész páros. Újat kell találni, dobjuk fel egy borkával, mert őt úgy is szeretik. Teki, milyen jó híreink vannak a mai napon? Én gyűjtöttem egy pár hírt. Hát, mit gondolsz? Mert te szeretsz vidám lenni. Te egy ilyen vidám srác erre vagy. Miért építünk mindig rá? Ezt miért hangsúlyozzuk ki, hogy én szeretek vidám lenni? Rohadjatok meg. Tényleg. De miért, nem igaz? De teljesen igaz. Na nézzük. Arra gondoltam, hogy hol máshol nem talál az ember biztos vidám hírt, mint a vidámcsapat.com-on. Gondoltam, hogy nézzük meg ilyen vidám híreket gyűjtő oldalakat, és a vidám csapaton a következők jöttek szembe. Csak mondom nektek, hogy nem mindenhol vidám az élet. Tornádó csapott le Csehországra, hatalmas pusztítás végzett, többen meghaltak. De nézd meg a másodikat, hogy esetleg rossz nem volt. Kijáraton hajtott ki a Mont Blanc-tán. Hát visszafordult az autópályán, és rommált. De várj, hogyha még pozitív hírre vágysz, előzetes letartóztatásba került a Fideszes megyei képviselő, de ez mikori hír? 2019-es. Egyébként úgy látom, hogy... Lehet, hogy az valakinek vidám. Szóval nem annyira pörögnek rá, van 2019, utána 2021. Lehet, figyelj, 2 évente jön, 2-3 évente, akkor lehet, hogy mostanában kéne egy hírnek itt megjelennie. Igen, hát ha most felkapja, hogy látják, hogy nézzük. Így készülnek mások a vidám péntekre, de hogy készülünk mi? Menjünk tovább. Tessék, ha vidám akartok lenni, itt vannak olyan... Ezek vidám növények. Nézd meg, teki még milyen növények vannak? Tessék, itt vannak vidám növények. Most mennek el az emberek, érted? Még nem, vidám nem, nem, vidám növények. De ebben semmi vidámság nincs. Ebben mi? Nem, jó, akkor menjünk tovább, tessék, nem azt mondtam, nem tetszik. Tetszik, tessék, hanem, hogy... Vidám forgatag a Sárszent Mihály gyereknapon. Nézzetek meg, hogy ilyen boldog dolgok történnek. Itt boldogok a gyerekek.
Na de tényleg kinek volt legvidámabb a hír? Van egy vidám péntek, egy officiali vidám péntek. Marihuánát talált a rendőrség egy csoki szállítmányban. Csoki szállítmány. Ilyenek vannak. Tényleg valaki ide kattint, bazd meg, azt nagy izé ültetvényeket mutatunk, érted? Jó, ez a világ, így néz ki, teki, most szembesülj egy kicsit, tessék. 205 a pillangó állomány. Tudod, mi van? Rájöttem, mi van. Az van, hogy általában én nem követek ki ilyen Farkas Timiktől kezdve, nem tudom ki, Ádám miatt mindenkit nagyjából megismertem. Sajnos. Nem követek Joy, meg She Life, meg tököm tudja milyen oldalakat, miattatok ezeket is megismerem. Újszó.hu. Na de cserélj, mi az, ami minket tesz vidámmá? Volt ilyen neked az elmúlt időszakban, teki, ami azt érezted, hogy megnéztél egy videót, és videó szinten. Aha, videó igen. Szinten. Múltkor volt szó arról, hogy ott mi volt a Instás meg a TikTokos izéről, mit beszéltünk az előző adásban. Voltak ezek a présgép, meg ilyen ja, igen, a présgép, meg amikor így kijönnek igazából... a pattanásnyomó. Továbbra is beteg. Szóval, hogy igazából valamilyen szinten, mert most az volt a kérdésed, hogy mi dob fel, és igen. Így videókra gondoltam, de nagyon sok minden más is fel tud. Valamilyen szinten engem azok is, de hogyha kettőt mondhatnék mostanában, amit bármikor meglátom, már lehet, hogy láttam 100-szor ugyanazt, de megnyitom és rákattintok, és nem tudom. Az két dolog, és pont láttam, nagyon örültem, hogy múltkor a Karotta is benyomta a esti híradó végére. Szóval van egy kutyus, aki 5 másodperc alatt alszik el bármilyen zongorázáson. Ez egyik, amit bármikor megnézek, de ez ilyen általános, viszont ami ennél is jobban tetszik, és bármikor megnyitom és megnézem, boldogságot okoz, amikor van egy tacskó, vagy bármilyen... Kisebb kutya kell, hogy legyen? Nem kell nagyon, vagy lehet bármilyen kutya, de elkezd vonyítani, ugatni, nem tudom, és arra hangszeresen lekísérik. De van példád? Van. Például itt van ezeket reggelig tudom nézni. Nem tudom, hogy hallják. De hát van olyan, ami operázik, hogy dobbal kísérik le, vagy szintivel, vagy én ezeket bármikor. Ilyen van, hogy, de vannak ilyen, hogy a Monika Showból vannak ilyenek egyébként kivéve, hogy valaki ordít, és arra megzemélik. Igen, mert vannak ilyen, amikor így ja, valaki teljesen nem rézsel, összeomlik tulajdonképpen, és azt is lekísérik így hangnemben. Kicsit autótyúnolják, meg nem tudom, de lekísérik, és nagyon vicces. Ez... És hol az álmos kutyád? Hát az álmos, az ugyanaz. Az meg csak aranyos, ez bár, na ezt rakta be Karotta is, és nagyon örültem neki, hogy ha egy autós híradóba, ja bocs, nincs hang, autós híradóba bekerülhetett, akkor úgy gondoltam. Egyébként ez aranyos, ez feldobja az ember. Na ez bármikor. Érdekes, engem annyira nem a kevés állat az, ami úgy igazán meg tud mozgatni. Nem az, hogy nem szereted őket, hanem neked nincs olyan, nem alakult ki. De én annyira. Szeretem őket, nekem is volt régen kutyám. Tényleg? De aha, igen, azt igen, szoktuk. Meg nekünk volt egy csomó állatunk, csak nem tudom, nehezen varázsolnak el. Meg tudod mit, nem érzem igazságosnak, hogy a cuki állatok, a kicsi cuki állatok elvarázsolnak, és a nagyok meg nem. És azt érzem, hogy az igazságtalanság, ezért nem merek eléggé örülni a kicsiknek se, mert az, mondjuk egy nagy elefánttal kapcsolatban, ami annyira nem varázsol el, az szerintem igazságtalan, hogy ő miért nem kapja meg, csak azért, mert nagy, és ez például nekem fáj. Úgyhogy ezért egy kicsi mókus, inkább próbálok bele rosszat látni egyébként. Hát ez hülye, nézd már meg ezt a kutyát, mi rosszat látsz benne? Nem úgy, hogy kiegyensúlyozzam az értékeket, mert érted, miért most téged elvarázsol egy orszarvú? Hát az nem, de egy bazi nagy zsiráf, vagy amit mondta, elefánt, jó, az igen. Jó, de nem, te rá egy orszarvú. Az orszarvú van mi helyzet. Az elvarázsol, mert felborítja az autódat. Múltkor láttam azt is Instán. Túl csak azt Instán. Tehát tényleg egyébként rengeteget pörgetsz. Nagyon is. Mindig elmondom, hogy nincs TikTokom, aztán rájövök, hogy látok. Tessék, egy szerethető orszarvú. Na, mondja az orszarvúnak egy olyan tulajdonságát, ami szerethető. Amiért azt mondod, hogy de jó egy orszarvú. Az a baj, hogy ez... Akkor aranyos, amikor kicsi. Jó, hát igazad van, igazad a kicsi orsz, olyan pici, olyan aranyosan megy. És a nagy belül ugyanolyan értékesnek, és sőt, lehet, hogy a nagy orszarvú ugye már felelősséget vállal a kicsiért, és sokkal több mindent tesz, és azt mondja, hogy bárcsak valaki elismerne engem, de mindenki csak a kicsihez megy. Egyébként erre még ki fogunk térni. Adás végén, érted, kerekasztal beszélgetés lesz erről, de engem az érdekel, ja. Hogy nálad mi van, mert te egy olyan dolgot hoztál, csak így fél szemmel láttam, ami viszont Instán nem jön szembe. Nekem nincs TikTokom, de nagyon sok minden átszivárog oda, és egyébként amikről beszéltek, hogy TikTokon láttam, azt általában látom én is Instán. Ez viszont nem jött át, és amikor legelőször láttam, így nem is érzettem, hogy mit látok, vagy mi történik. Tehát ez megint olyan elborultnak kell egy elsőre lenni, mint Peti, aki ezen itt kacagott. Ez egy kacagott, de ez szerintem az én sajátos nyomorult humorom, de mutatom, hogy mutasd. Hát ez mi? Dr. Harkány, figyelj, csak egy faluból. Makes me feel alive.
Jó, Istenem, na ez például engem rohadtul boldoggá tesz. Nem tudom miért. Egyébként ezt én jó pofa, de nem értem. Tudom, és sajnálom, így működöm, ez van, nem tudok mit csinálni. Egyszer megnézem, és bármelyik meg tudok nézni. Szóval azt szeretném, hogy legyen felsorolva az összes hülye nevű magyar település, Botonától na, kezdve, na, most akkor... Rükkenmükkén keresztül Csopádig, és azt lássam, hogy ilyen gigantikus építmények vannak, vízesések, puszták, sivatagok. Ez én... szerintem legalább olyan beteg, mint múltkor, hogy te ezeket szereted a kinyomkodós dolgokat. Én szeretem. Hogy ezt kezelni kellene valahol. Azt mondod, hogy egy, igazán most derül ki, hogy nekem súlyos? Súlyosnak nem mondanám, de hogy némi elváltozást így laikusként is érzékelek, az... Az agyamban ott van egy ilyen szürke, ilyen fordik. Megvan cseszed, hogy rohadnak agybogarak. Az agybogarak eszik. Na, mutatok még egyet. Ez igazából csak azért mutatom, mert ez szerintem nagyon kedves. Milyen jó azt látni, hogy egyáltalán nem számít arra, hogy kap valami apróságot, és az apróságnak is így tud örülni, mert igazából megnézed, akkor minek körül? Igazából minek körül? Nem tudna magának venni egy csokit? Tudna. Ez egy drága értékű csoki? Nem, nem drága. De mégis de. Valahogy a geszt... De mi? Egy darab ferrosi? Hát egy darab, mennyi? Nem 60 tudsz. Forint? Hát nem 80, tudsz külön venni egyet. Jó, egyet nem tudsz, de mondjuk konyakmegyet tudnál, de ha konyakmegyet adna így, annak is örülne. Szóval az a lényeg, hogy milyen egyszerű gesztusokból lehet örömet szerezni, és amikor ilyen önfelett vidámságot látsz, hogy jó, megörül, azt szerintem az jó. Ja, semmi probléma. Az nem ragadós rád? Nem. Tényleg? Meglátsz egy másik embert, aki így örül, és nem, mit nem, csinálsz? Nem. Ja, most azt hittem, hogy ez kimondotta. Nem, az ragadós, vagy az igen, az jó látni, hogy, meg hogy reagálnak, de kedves dolog, és megyek tovább, szóval én ezeket nem kezdtek. Sok dolog vidámmá tud tenni, de vannak azért, amik nem annyira. Szóval vannak, amik teljesen kikészít. Téged sok minden kikészít te ki, nem? Hát sok, de ez is olyan, hogy mindig így megkapom, hogy engem sok minden kikészít. De ha az, aki ezt mondja, mondjuk te mondod, igen, hogy sok minden kikészít, és valószínűleg veled megtörténne, most nem azt mondom, lehet, hogy nem olyan intenzitással, de téged is felbaszna. Vagy hát így, ha most nem is felbaszna, lehet, hogy nem az a jó szó rá, de így azért így nézni, mi a... Tessék, mondj ilyet. Nézzük meg, hogy ami alapján te azt mondod, hogy az alábbiak téged rohadtul bosszantanak. Egyébként kíváncsiak vagyunk, hogy titeket egyébként mik ezek, amik bosszantanak. Nyugodtan majd írjátok le, nagyon kíváncsi vagyok, mert itt nálam van egy hangok, pillanatok, szokások, viselkedések, csomó minden van, ami bosszantja az ember. Egyébként szerintem az is egy vicces dolog, hogyha valaki bosszankodik, nem? Annak is van valami humora. Hát van, de... Most nem a nagyon rossz dolgokról beszélek, csak... De az kívül a környezetnek lehet humoros, de szerintem, hát nem tudom. Szóval, hogy akit bosszant éppen, az nem feltétlenül a leg... Azt mondják, hogy ki vagy égve, és a valóságban élsz. Az ott. Ez mit szólsz ehhez a kommenthez? Egyébként múltkor olyan jó érzés volt felébredni. Álmodtam valami orbitális nagy fasságot, és néha azért a valóság fáj, ezt azért valljuk be, szóval hogy nem olyan egyszerű ez a élet nevű dolog, de jó érzés volt felkelni. És bejöttél dolgozni, és... És örültem, hogy élek, és ilyen is van. Egyébként, ami utóbbi időben, de ez az elmúlt évekre jellemző, hogy ami a leges... legjobban szerintem, és nem, az nem jó szóra, hogy felbasz, hanem kicsit szomorúvá is tesz, tehát egyben fel is basz, és szomorú is vagyok tőle, amikor valakivel valamit megbeszélek, és nem úgy történik. Uh-huh. És nem az a baj, hogy változás van. Változás ez mindig van. De hogy ma, amikor szarni is telefonnal megyünk el, mentek el, én is. Egy ilyen világban nem lehet annyit írni, hogy bocs, kések, nem lesz, nem, bármi. Tehát én ezt számomra elfogadhatatlan, és nincs mentség. De azért, mert azt érzed, hogy tiszteletlenek veled? Tiszteletlen, és nem azért, mert ilyen fontos ember vagyok, és jó, nekem az időm, az szent, és egyébként sokszor de, tehát, hogy tudnék helyette egyéb dolgot is csinálni, de nem is ez, hanem inkább az, hogy semmibe vesz. És ráadásul attól még jobban fáj, amikor ismerősök csinálják ezt. Olyan, mint hogyha a te időddel gazdálkodna, de nem? De csak nem is, azért mondom, nem a én időmre akarom kiegyezni, hanem egyszerűen csak valamit megbeszélünk, és nem úgy van. És tudom, hogy nagyon sokan tök lazán kezelnek dolgokat, mert a más megszokták, hogy a másik fél egyébként úgy, hát semmi gond, azért menjünk, és nem szorozik. Valaki, megbeszélek 2 órára egy találkozót, és 3:30 után ér oda, nem vagyok már ott. Tök mindegy, hogy ki. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó, de ott lennék, ha szólna. Tehát nem is, aki továbbra sem a változás basz fel, mert elfoglalom magam nem a fél óra a világ, de hogy nem is szól semmit. És én csak ott várok, nem bírom fölhívni,
Tehát ki vagyok. Nekem egy picit hasonló, bár ez nem késés, de hogy például múltkor egyeztettem klímásokkal, kezdve mikor tudok menni, vagy mikor tudnak jönni, és akkor mondják, hogy majd akkor, mit tudom én, holnap után megyünk, de, mondja nekem, de én holnap küldjek már rá egy SMS, hogy ő ne felejts el. Ez óriási, szóval ettől én teljesen ki vagyok, szóval, hogy hogyan van az, hogy valaki valahogy nem érzi azt, hogy az, amit neki kéne megcsinálni, az hogy nem ő írja fel magának. És akkor mondtam, hogy amikor egy ilyen van, akkor így egyébként így nem hiszem el, amit hallok, de megpróbálom, nyilván, mert úgy vagyok, nyilván nem akar rosszat, szóval nem az van, hogy ő egy rohadék, hanem főleg, hogy de. Ki is mond... Nem ez van, de közben, hogy hát, hogy csak akkor megmondom, hogy... Neked eszedbe jutna ilyet mondani? Nem jutna eszembe ilyet mondani, de ha mondanék, nem azért mondanám, mert jó, rosszat akarok. De ilyenkor mondani szoktam, hogy ez is egy nagyon jó ötlet, hogy esetleg én felírhatnám az ő programjait, de javasolnám azt, hogy mi lenne, ha most inkább ő írná fel azt, hogy neki mi a programja. És akkor... ez is egy út, ahogy mondani szoktad. Ez is egy út, és akkor lehet, hogy ne nekem kell azon gondolkozni, ő neki mi a beosztása. Én nem találkoztam ezzel sokat, de tényleg volt olyan, hogy el kell küldenie, de szóljak már rá, hogy ne felejts el, hogy el kell küldenie. Akkor ez ugyanaz. Ugyanaz, ez maximális ugyanaz. Én ettől például teljesen kész vagyok. Na, így elmondva, így triggerel engem is, nekem ott nem jutott eszembe ezen felkúrodni, dobtam rá egy SMS, de egyébként visszagondolva ez szánalmas. Mert azon más, amikor mondjuk telefonba beszélünk, és akkor az van, hogy... Az más, hogy az akkor más. Mondja, hogy figyelj, most gyorsan, hogyha ír már nekem csak egy fél jegyzetet most ebben a pillanatban, hogy, vagy egy szót rám írsz, most, hogy ne felejtsem el, az jó, mert tudom, hogy benne van valamiben, ráírok, az semmi gond. Csak amikor valaki így át akar rám ruházni valami olyan feladat, ami nem az enyém. Ez olyan volt, hogy figyelj, mert most beszélünk, de jövő hétig el kell küldenem, szólj már előtte kedden rá, hogy elküldjem jövő hétig, és így tényleg van ilyen. De akkor ez téged ilyen izében nyom valamit bennem. Hát ez betrigger, de ugyanígy triggerel, most így felírtam pár dolgot, például a csirkeláb ropogtatás. Tudjátok, akik így cupákat így eszik, amikor van a húsleves, és, vannak, akik mindenféle ilyen csirkedarabokat esznek benne. Neked ez nincs meg? Ne, de mi az, hogy ropogtatás? Hát az, hogy benne van a csont, meg minden, és megfog, és így elkezd rágni, és így hát ropog. A csontot is megeszi, vagy hát mi? A porcot, és elkezd rágni, és így rágja, meg cuppog. Na például ezektől a hangtól, a ropogtatástól alapból ki vagyok, én is szoktam néha ropogtatni, én nem. De mindig eszem, hogy jaj, nem, hogy valakit idegesítsen. Ez például lehet, hogy így annyira nem zavarna, viszont a csámcsogás önmagában az igen. Tehát az képes vagyok arrébb menni 100 méter, csak ne halljam. De hogy ez nem vele van bajon, egyszerűen nem bírom hallgatni. Nem azért, mert gusztustalan, tehát nem ilyen van bennem, hanem kicsit olyan, mint a, tudjátok, amikor táblán véghúzzák a izékarc, nem azért, mert az bármi, hanem mert így, nem bírom. Ha van nektek ilyen hang, írjátok meg, kíváncsiak, hogy mi úgyis mindent elolvasok, ez az én bajom. Tényleg, mert így mindent olvas. Ha azt akarjátok, hogy végre pihenjen és ne dolgozzon egy kicsit, akkor írogattok. Írjátok meg, milyen hangok idegesítenek. Amitől én kivagyok még, hogy a munkájára igénytelen ember, nem tudom elfogadni azt, hogyha valaki például mondjuk takarít, vagy bármi más csinálhat, tisztítással kapcsolatos, vagy autószerelés, nem tudom, hogy azt látod, hogy ilyen rohadás. Igen, hogy a trehány, tehát hogy azt nem tudom feldolgozni, hogyha valaki úgy van vele, hogy jó, hogy ez így csak úgy működik, csak úgy megcsinálja, mert jó az úgy, nem kell teljesen letörölni egy asztalt, hanem úgy, hogy ott hagyja a morzsát, mert jó, úgy jó van így. Egyébként adom, idegesíteni nem idegesít, amíg nem érint engem, amint elkezd érinteni. Hát amíg, amíg te fizetsz valakinek azért, hogy persze. Csinálja meg jól a munkáját, az már nyilván bosszantó. Az. Meg tudod, mi van? Sokszor, azért az nagyon sokszor kiderül, hogy megcsinálja így, nevezzük trehányul, mert megcsinálja jól, nem olyan sok különbség van időben közte. Tehát, hogy nekem is volt olyan, hogy úgy akartak munkát, hogy nem kell ilyen minőségben, csak legyen fél szar, de fél pénzért. Mondom, a szart pontosan ugyanannyi idő megcsinálom majdnem 98%-ban, mint a jót. Tehát, hogy itt is nem, mert jó, van biztos olyan, hogy gyorsan összeporcivózol 10 perc alatt, meg egy óráig sikálsz, ott van különbség. De nagyon sok olyan eset van szerintem, ahol meg nincs is akkora különbség, és akár jól is elvégezhette volna. Igen, és vannak olyan szakmák, ahol meg nem is lehet félig elvégezni, a tél is ilyen, de hogy például a VFX utómunkában szokták ezt csinálni, hogy a filmeknél, hogy azt mondják, hogy ó, a VFX, vagy a digitális trükkök, amiket megcsinálnak majd a végleges filmen, jó, az csak úgy, nem kell annyira kidolgozni, de hát egy trükk akkor jó, ha elhiszed. Tehát hát azt vagy megcsinálod úgy, hogy hihető legyen. Igen, olyan nincs, hogy félig jó, mert akkor a pont, hogy rossz, az 0%-os, sőt, mert kiesel az ritmusból. Az olyan rossz, hogy van az, hogy nincs semmi rossz, és a félig elkészült rossz, az kb. Rosszabb, mint bármi. Ezért szokták azt csinálni egyébként, hogy tesztvetítéseknél, amikor még nincsen készen egy film, akkor sokszor inkább benhagyják a green, még a green boxokat is, hogy ne az legyen, hogy a háttérbe beraknak egy félkész állapotot egy városról, vagy valamiről, mert sokkal jobban kifogja az ökkenten nézőt a félkész szutyok, mint hogy egyébként ott hagyták volna greenben, vagy blue boxban, tök mindegy, és azt látják, hogy jó, ez még hozzá sem nyúltak, de próbálom értelmezni. Az első élményem ezzel, én sose voltam ilyen tesztvetítésen, de általad, amikor akkor voltam életemben először a átjáróháznak, és akkor láttuk, vagy láttam filmet ilyen fázisban, hogy
tényleg érdekes volt, hogy csomó green screen, meg mit tudom én, még látszottak ilyen fa állványok, meg minden szar, ami így a háttérben volt, és szerintem is kevésbé zökkentett volna ki, mint hogy félig nem vagyok VFX-es, de 3D-szemmel elkezdtem volna nézni, hogy Jézusom, mi az ott. Így tudtam, hogy ott majd lesz valami, és így nem foglalkoztam vele, szóval ez tényleg egyébként jó, de az a félgagyi VFX az mindig nagyon ki. Amikor látszik rá, amikor nincs rá pénz. Egyébként pont az átjáróházzal kapcsolatban fog most kijönni a csatornám a második része, az átjáróház easter egg-es, kameós, VFX-es így felpörögtél. Múltkor nem tudom, mennyit kellett várni az első részre. Igen, de most csinálják, dolgoznak, úgyhogy meg lehet nézni, nem sokára, szerintem ma vagy holnap kijön a második rész, csak előtte meg kell nézni a filmet, Netflixen fenn van. De egyébként mi az, ami még téged kikészít, te ki? Egyébként azt Ádám már sokszor elmondta, de az engem is. Itt tudom, hogy belém lehet állni majd, mert ezt hamafülhallgatósok. Szóval, de miért bajod nem a hamával, szegény hamával? Nem a hamával, csak az már egy ilyen gyűjtő volt, hanem amikor valaki, tehát én nagyon igénytelenül hallgat zenét. És itt ez nem pénz kérdése. Nem arra gondolok, hogy 82 ezerékkel bóz, nem tudom mit venni. De itt már lehet, hogy szerintem ezt kicsit eltúlzom én is, mert tényleg 10 éve még voltak ilyenek, hogy bementem a sarki kínaiba, és lehetett ilyen hulladék vackokat kapni, és az emberek tényleg vették, de szerintem most már ennyire szar minőségben nem lehet kapni semmit. De ami ennél is szarabb minőség, az egy JBL a buszon. Adj erőt. Én azt megkérdezném mindig, hogy lopod, na mindegy, semmi, nem. Te találkozol ilyenekkel egyébként? Találkozom-e? 30-as buszon hátul ül, bazd meg. Egyrészt úgy kezdődik, várj, hátsó sor, ugye 4 ülés van, az a busz leghátulja, ő beül középre, széttárja a lábait, kiveszi a, még csak nem is a kerek, hanem nem tudom honnan van rá pénze, ekkora JBL-t, és dörömbölteti. És ami a legszomorúbb, hogy nem szólnak az emberek, a buszsofőr egy... Nem mer. De nem azért... meg, a busz van többségbe, és látom, hogy a többieket is zavarja. És agybedugós fülesen van, és hallom, érted? Olyan mélyet ad az a kis szar, hogy lüktet a hasam. Én nem hiszem el. Én nagyon adom ezt, mikor valaki például hangosan telefonál, és ordít. Jézusom. ilyen postákon, meg nem tudom, ilyen... Igen, és nyomja neki, és figyelj, személyes dolgokat ráadásul, sőt, még az a legjobb, mikor kint van a videótelefon. Tudod, hát ki van a videó, nem, nincs illetve ilyen? De, amikor hát a videótelefon áll, de mondja neki, és mindenki hallja, hogy ez ki Jucika néni beteg, de venni kell neki szemcseppet. Múltkor telefonszámok, Uzsoki kórházban voltam, és ott alaksorban egy nő elővette, videóhívás, de így videóhív, tehát nem lát semmit, de látom, hogy a mama ott van a másik oldal. Telefonszámokat, tajkártyaadatokat, ilyeneket diktált le, hangosan üvöltve. Atya élek. Nem tudtam úgy bedugni a kis izémet, agybedugós fülesemet, hogy... hogy ne jegyeznek örökre a fajszámát. Én olyan vagyok, mint mi volt az a játék? Pokoli szomszédok. Nem tudom, az jó volt. És ment föl ugye a oldalt, hogy hogy lehetett felbaszni az embert. Na, ilyenkor megy bennem föl ez a cucc, de pont nem értem el azt a szintet. Nagyon... Fú, nagyon jókat írtok. Egyébként most csak így ránéztem, majd a kommentekben is írjátok, hogy mi az, amit tetek teljesen kikészít, nagyon kíváncsi vagyok. Ami ehhez kapcsolódóan darabokra hullasztott, még a Kávária téren laktam még régen, amikor még nem volt annyira felújítva, és ott volt egy kis bolt, ahol konkrétan az volt, hogy tényleg egy picurka volt, nagyon kicsike, de nem az volt, hogy bementél és te kiválasztottad, hogy mi szeretnél levenni a polcra, hanem minden, hát nem véletlenül, minden így be volt zárva ilyen üveglapokkal, és emberek, akik benn dolgoztak, nekik tudtad mondani, hogy kérek egy csokit, egy ízét, de várjál, nem csak ilyeneket, hanem rendesen, hogy kérek egy deka parizert, azt a zsömlét, tehát hogy ilyeneket is, amiket megszoktál, hogy te veszed le. Na mindegy, és ott mindenki megfordult. Az volt, hogy egyik este éjjel lementem, mert akkor is biztos ilyen pizzára vágytam, mint ami múltkor meséltem. Most is elmondom, veszek valami Haribo ízét akartam, nem mindegy. Valami gumicukrot fel akartam szippantani. A gumicukrot akarok. Igen, te is? Nagyon. És lementem, elmondom, veszek. Éjfél volt, nem tudom, éjjel-nappali volt, lementem, és akkor álltak sorba a strici, a kurvája, az annak a stricie, a nem tudom ki, egy rendőr, egy izé, és így sorba állt a népesség mindenféle szegletéből összefújt ember, és itt volt egy olyan, amit életemben nem felejtek el, csak a zenére visszacsatolva a JBL-esre, hogy volt egy csávó, akinek volt valami ilyen sérülése itt a bal oldalon, ne kérdezz, itt volt valami izé, de itt volt valami lyuk, meg volt itt cseszve itt valahogy itt a melizma fölött, és úgy találta ki, hogy ha már ez így alakult, akkor a telefonját belerakta, ne. Így állt ki a testéből egy telefon, és azon hallgatta a zenét.
a kisboltban, miközben más parizert kért, ott éppen már majdnem szippantottak valakit a sor hátulján, mert hogy és azt érezted, hogy hazaértél, itthon vagyok? Ugye én így álltam a cukorért. Ezt nem hiszem el. Így is mondtam, akkor Haribo cukrot kérnék, de még ezt kivártam, ez 20 perc, hogy lement a sor, mert nem mertem elmenni. Úgyhogy az például egy ilyen izmosabb volt, ami azt gondolom, hogy azért... Csak ezt látom, hogy hú, geci, hagytappa. Nem mertem. Kicsit triggerel, de nem mertem kimutatni, nem így álltam, mint egy ilyen nyomorult. Ez a lyuk, ez nagyon érdekes, ezt a sztorit nem tudtam. Kreatív volt és kihasználta, hát az nem? Igen, mindenkinek jó étvágyat amúgy, de hogy tegnap bicikliztem haza, és itt a valahol a Néprajzi Múzeum felé tekertem, és jött egy csávó, hát látszólag hontalan volt, mármint hogy hajléktalan, igen. És állt két nagyon ikás szatyorral, mezitlám, egyébként jó idő volt, és neki meg itt a hasánál volt valami lyuk, ugyanígy, és így tudod mit nem tudom, mert ugye bicikliztem, azért én haladok. És egy pillanatra oda néztem, és azt képzeltem, vagy úgy láttam, nem is képzeltem, hogy ott volt neki egy lyuk, és olyan volt nézetre, hogy mint hogyha egy gyertya ketté lenne tőle, és így bele tőle dugva, és a fiasz lefolyik. Jó Istenem, de tényleg, szomorú. De most csak a lyukról jutott eszembe, hogy a mindegy. Hogy milyen lyukak vannak az ember testén, amit eredetileg nem a jó Isten tervezett oda. Na mindegy. És okay. Hogy szereted, vagy ez, van neked nagyon jó felírva na. Ez. Ja, Peti ezen ki volt, szerintem ebben nincs ennyi, de rettenetesen felbassz, amikor valaki enterrel írkál folyamatosan szavanként, bazd meg, hello, enter, figyelj már, enter, holnap, enter, akkor 10-re, enter, át tudsz, enter, jönni, enter. Jaj, elfelejtettem, enter. És mindig pittyugat, ping. Nekem egyébként nem jönnek értesítések, aha. Szóval se messenger, se semmi, egyedül az iMessage. Most ott is vannak ismerőseim, és nyomják, nincs ez ebbe írja, de én ezt majd megtanultam kezelni, hogy akkor lenémítom holdacska, nem tudom, és akkor majd egy 10 perc múlva visszanézek. Szóval ez igazából nem baj, mert nem úgy triggerel, az elején triggerel, mert most már így megtanultam magamnak, hogy jó, hát ezzel nem kúrom fel magam, de rettenetesen tudod zavarni, mert én meg olyan vagyok, hogy leülök, azt megírom egyben nagyjából. Meg tudod, ennél már csak az a jobb, amikor enter, enter, enterrel, és csak linkeket kapsz. De az már a MSN-es időszakban is zavart, amikor így írtak. Tüdüdi, 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 és így folyamatosan. És így... Amikor az MSN-es időszakban lehetett rezgetni, emlékszel? De azért voltam mindig elfoglalt állapotban, mert akkor nem rezgett. Nekem rezgettek, és volt, aki direkt ezzel idegesített, de nem, és nyomkodt. Hogyha elfoglalt állapotban voltál, hiába nyomta meg a rezgőt, nem rezgett. Mert én rájöttem. Hogy ott lát lehet ilyet csinálni. Meg azon gondolkoztam, hogy az embernek azért nem egyszerű, szóval védjük meg az embereket egy általánosabban, mert az van, hogy azért ez nehéz, szóval tudom, hogy a férfiakra azt szokták mondani, hogy undorítóak, a nőkre azt szokták mondani, hogy most általánosságban, hogy mit tudom én, nők meg mit tudom én, hisztisebbek, vagy nem tudom, mindenkire mondanak valamit, egyik se feltétlenül így igaz, ahogy van, de hogy nyilván vannak ilyen sajátosságok, nemtől, kortól, mindenféle dologtól függően, azon gondolkoztam, hogy amikor mi megidősödünk teki, és egy kicsit más meg korba lépünk. Idősödni? Szerint, hát én remélem, hogy azért eljön az időszak, hogy azt megérjük, de figyelj, akkor tényleg azt gondolod, hogy te is egy, vagy én is idegesítő öreg emberek leszünk ugyanúgy, mint aki, figyelj, én nem, na, máshogy mondom, aki ma idegesítő idős emberré változik, ő biztos nem úgy született, meg nem úgy volt 20-as éveiben, meg 30-asban, hogy na én majd jó idegesítő leszek, ha öreg hát leszek. Nem egy tervezett dolog. Hát ez az, de hogy akkor ez hogy jön, hogy ez ellen lehet tenni? Mert egyébként én azt látom, hogy azért ez egy eléggé kimutatható dolog, hogy sok sajnos az idegesítően viselkedő idős ember. Tisztelt a kivétel, de... vannak fantasztikusan viselkedők, de például mondok egy példát. Tegnap előtt ülök a kocsimban, vártam valamire, és valamit pörgettem Instán, vagy valami izé, és mellettem jött egy kutyával egy nő. Ja, de álltál. Álltam egy helyben, ja. Le voltam parkolva. Ja, hogy nem is zebrálna meg. Semmi, az út szélén. Jöttem, és a néni így jön két kutyájával, így húzzák a kutyát. Látod, ki van a kutyákra? Nem a kutyákra vagyok, tudom. Ki. Örültem, hogy húzzák el a néni. És az volt, hogy a néni benéz a kocsimba, hogy én pörgettem a telefont, vízé, és így véleményezett, hogy... De ezt nem láttad bele? Nem láttam bele, hát majdnem késett a saját száján. És akkor a kutyák így húzták tovább, és így megvéleményezett. Ő azt mondta, hogy ezek a fiatalok. Úgy érezted, hogy megvetett? Megvetett, hogy mit kell itt állni és telefonozgatni a pálya szélén, vagy nem tudom hol, az út szélén. Azt éreztem, és ilyenből azért... Amikor a pálya szélén valóban, ne? Jó, nem a pálya szélén, de hogy van ilyen, hogy amikor tolakszik. Tudod, amikor tolakodók, vagy a BKV-sek, amikor a táskát így húz, az beléd akad. Nem, a tolakodóról eszembe jutott, amikor a van alattunk egy kisbolt, aztán leszoktam menni, de hogy tulajdonképpen a tarkomon érzem a lihegését. Mert most az másfajta tolakodás, de azt is, én attól is ki vagyok, amikor tudod, itt van a tarkóm, így, és ő itt áll. Beleliheg. És így, és már így, haló?
és elkezd telefonálni is, tehát az dupla, ilyen, akkor így a agyam belül kicsit viszket. De várja, vannak ezek az emberek, akik meg nem érzik a személyes távolságnak, hát ez nem. Amikor valaki így beszél. Hát, már most olyan kellemetlen volt. De milyen az, hogy takarodj már. Mi? Én azt hittem, hogy a Covid ezt majd kiöli. De nem. Jó, de figyelj, ezek az emberek is egyébként jót akarnak, szóval nyilván nem, köz, nem, de, ők nem akarnak figyelj, semmit. De én ezt most nem kell, hogy aláírjam, mert az, hogy aki közel jön, az biztos az egyszerűen csak szeretné, hogy jobban kontaktáljatok, mert de nem, akkor, de hogy nem, a néni, aki tolakszik, lehet, ő fél, hogy nem tud időben leszállni, szóval igazából biztos megvannak ezeknek az okai, hogy de abban mi az ok, hogy ide áll mögém, így fél valamitől, vagy melegítem, vagy mi, az, annak semmi oka nincs. Lehet, hogy biztonságot nyújtasz neki. Adjál már. Sok minden, például a tolakodás, amit mondasz, hogy mondjuk vannak olyan emberek, akik tudod, 4 megállóval előbb már felszállnak, vagy ezért tolakodnak, hogy le tudjon szállni. De ezt még tényleg el is fogadom, mert tényleg lehet, hogy fél van rossz élménye, hogy nem tudod leszállni időbe, vagy valami, de vannak olyanok, amit én nem tudok megmagyarázni, és szóval nem. Neked van ilyen, ami egyébként, amiben szerinted téged ideges, tehát te idegesítesz másokat? Hát van. De amiről tudod is. Tehát azt mondod, hogy bennem tekiben az idegesítő, hogy? És erről biztos tudod, hogy így van. Nem kérdeztem meg soha, de az például biztos idegesítő bennem olyan téren, hogy ha már felbaszódás, én nagyon gyorsan fel tudok baszódni. De tényleg így valami van, felkúródok, viszont... Nagyon szórakoztató. Miért? Hát nem tudom, mert nem tudom, azt látszik, hogy ez egy őszinte reakció és egy ilyen intenzív impulzus. Igen. Mondjuk, hogyha ránk történik ez, szóval, hogyha miattunk van, akkor megint félelmetes, de egyébként ilyen szempontból hogyha meg vicces. Szint is fejjel közelíteni meg ezt a témát, akkor a etekem a támadás időm nagyon nagy, viszont a lecsengés, a release-em is elég gyors, és az általában az emberek inkább lassabban kúródnak fel, és lassabban is engedik el. Viszont mivel én gyorsan felkúródok, gyorsan el is engedem, néha ez így nem passzol, szóval mondjuk tegyük fel, hogy valamivel felbaszod az agyam. És mondom, hogy Peti, a kurva élet, hagyjál már ízni, és eltelik 2 perc, amelyek pisír, meg visszajövök, és én ugyanúgy folytatom, de meg még lehet, hogy egy óra múlva is úgy benne vagy ebben, hogy jaj, nem kellett, vagy nem tudom, szóval, hogy így, vagy lehet, hogy téged is felidegesítettelek, de hogy te még benne vagy, én meg már rég nem. És akkor ebből vannak konfliktusok, ez biztos, hogy nem annyira szimpi bennem a külső embereknek, úgyhogy... De ez egyébként próbálsz változtatni, vagy, hát, szerintem vagy moderálódtál ebben? Igen, van, igen, szóval mondjuk 20 éves koromhoz képest biztosan egyrészt nem annyi dolog tudja ezt kiváltani bennem, hogy ilyen szinten felizéljen. Egyébként tudod, mi edzett meg egy picit, ami most nyilván így vicces, mert azért szoktátok itt látni, rage-elni. Nem, a munka. Hát az, hogy folyamatosan a emberekkel kell, és néha olyan elvárások, meg nem tudom mik vannak, ami te is tudod, hogy nem feltétlenül ész meg nem tudom, meg valamit megbeszélünk, nem úgy történik. De egyébként szerintem magamhoz képest javultam benne. Bár nyilván nem látom magam azért kívülről. De nyilván most biztos majd írja valaki, hogy persze, ez a legnagyobb, biztos, hogy van más azért. Ja, meg ez. Például beszélgetek valakivel, és hát én általában azért megmondom a dolgokat. Szóval, hogy nem megmondó ember vagyok, csak amit gondolok, azt én elmondom. Szóval én nem kezdek ilyen kerülő utakat meg, nem finomítani. Én erre mondtam múltkor is, hogy amikor te mondjuk Instagramon kommunikálsz velünk, akkor ilyen tő mondatok vannak, ilyen pontokkal a végén, smiley-k ez a, nélkül. Ez a mániájuk, hogy pontokra, mindig... ő meg sziopata mosolygós fejekkel, hagyjál már, kúrjál föl! Szóval sokan azt így nyersnek gondolják. Aha. Én például leír, például ilyet ember nem mond például, hogy nem vagy az, de mondjuk mondanám, hogy Peti, rohadt büdös vagy. Menj el fürödni. Már megint. Eleve egy kellemetlen dolog. Én tökre ülnék, ha nekem ezt mondaná valaki, mert akkor meg tudom ezt előzni, és akkor így baszki közösszal. Jó, hát az kell egy bizalom, hogy ilyet persze, megmondja másiknak. De szóval tök mindegy, igen. Tehát hogyha meg lenne, se, én nekem az a tapasztalatom, hogy akkor sincs ilyen. Semmiatt most nem ilyen dolgokban, de bunkónak meg nyersnek ítélnek, és ezért van az, hogy nekem egyébként az e-mail fiókokban is egyrészt a felbaszódás miatt, meg nehogy úgy fogalmazzak, 10 perces delay van beállítva. Tehát, hogyha kiküldök egy e-mailt, legyen az ügyfeles, vagy bármilyen néző, ott 10 perc múlva megy ki. Visszavonhatsz. Visszavonhatom 10 percig, de azért vagy te, meg Zsófi, mert próbálja az élét elvenni a dolgoknak, és puhítjátok a mondandóimat. Pedig én akkor is, amikor írok valamit, nem akarok, tényleg legőszintébben mondom, nem akarom megbántani a másikat, sőt, egy egyszerű tényt írok le, ami tényleg úgy történt, szóval csak nem is valótlanság, de ezt a másik félnek elolvasva, ugye nem szóbeszédben írás, lehet, hogy úgy jön le, hogy én nem tudom, ilyen bunkó vagyok, vagy hogy ilyen pedig én semmi rosszat nem akarok, na és ebbe segítetek ti nekem, hogy így lekerekítitek a dolgokat, és akkor úgy emészhetőbb a másik félnek is. És ezt belátom 10 perc után én is, és így nem is értem, hogy basszus, miért nem így írtam, pedig tényleg. Na, de ezért vannak mások, segítsenek. Ja, úgyhogy ezt köszönöm nektek így ezúton is. Nagyon szívesen. De egyébként, és neked van valamilyen, nekem ami... biztos rengeteg te van. Hogy baszod fel az embereket? Hát szerintem sokféleképpen sajnos. Például van, hogy az ilyenek, hogy na, állandóan füttyögök.
Például. Aha, én szoktam fütyülgetni. Szoktam és valakit ez kikészít. Tényleg? Aha, igen, és akkor így próbálok néha figyelgetni, hogy jó, mondom, ne az legyen, hogy már meg nem merek. Fütyö? Hát nagyon jó, sokszor. Akkor, amikor valami kaját vársz, vagy akkor tűnt fel, vagy csináltatok valamit, akkor. De például azért én... Meg vagy énekelek valamit, ami ostoba a szöveggel. Nem? Ja, jó, de tényleg. Ó, micsoda várakozás. Jó, de erre én ráfűzök egyből, és azért lehet, hogy nem tűnik fel, mert én megnyomom. Elkezdesz egy Groove House dalt énekelni, és én folytatom. Tényleg, mikor ismeres slágereket behozunk, és beragasztom a fejedbe, az is triggerel. Igen. Ja, tényleg, Petivel megint ezt fogom nyomni. Szoktam rágni a körmet, azt nagyon nem rágni. Szeretem. Hát, de neked nem néz ki? Azért, de aki rágja, rosszul aki... néz ki, rosszul. Na, szóval, és tudod, mi zavar? Az zavar, hogy lányok, tudom, hogy ilyen szempontból sokkal igényesebb kerül a fiúk, mert fiúknál ez tök mindig, de hogy most az emberek halmazát mondom, de hogy a lányoknál, hogyha ránéznek, akkor az van, hogy azt gondolják, hogy te egy igénytelen rohadás vagy, mert hogy te így rá vagy, tehát már az is, nem is néz ki jól, meg csúnya is, és tök megértem őket, hogy ez. De például a rágott köröm az látszódik. De igen, igyekszem, nem csinált, mert már a profil rágom, jó, ki. Hát ez hülye. Undarító. És ezt próbál kell leszokni, mert ez, van ez nem, én nem szeretem ezt. De ami engem idegesít, hogy valaki ropogtatja a körmét rágás közben, van ilyen. Körmét. Igen, tehát hogy rágja, én legalább megpróbálom úgy, hogy ne lássa senki, de van olyan, aki így rágja a körmét, és így ráropad. Ez ilyen az a... Oh! De én azt hittem el, mert ilyet én szó... Igen, ez is? Viszont ami biztos, hogy bosszantó bennem, az, hogy mindig magyarázok valamit. És szerintem valaki ettől teljesen ki van. Na várj. Hosszan magyarázok, van, hogy olyat is magyarázok, amit nem kéne magyaráznom, és nem kifogásokat keresek, csak elkezdek nem is magyarázkodni, hanem lyukat beszélek valakinek a hasába, és úgy próbálom meggyőzni egy témában, és ettől azt érzi szerintem, hogy takarodj már, Duszka, fog már be a szádat, mit magyarázol? De akkor miért nem mondja azt őszintén, nyersen bunkón, hogy figyelj, értem, pont. Ja. Hát nem tudom. De ez egyébként én ezt nem tapasztaltam nálad, sokkal inkább szoktam akkor hallani, hogy túl magyarázol. Peti, ez nem olyan vészes. Nem. Tíz dolog, amit kikészül. Ezt én itt nem szoktam érzékelni, hogy valamit túl magyarázol, beszélgetünk, van mondandó, de elmondod. Sokkal inkább hallom akkor, amikor telefonálsz, de az meg nem a feltétlenül te hibát, hogy túl magyarázol valamit, hanem lehet, hogy a másik fél nem érti, nem vagy ott a gép mellett, és hogy ott van túl magyarázva, akár technikai dolog, vagy valami. Uh-huh. Hogy hallom, hogy ezt már hatszor mondtad el, és már én is tudom. Ja, de az más, de az, igen, nem, az ugye ott lehet, nem hogy lehet, nem lehet. Elég részletesen elmagyarázni a technikai dolgot. De én ezt például egy élőben nem tapasztaltam nálad, hogy örülök, de most ilyeneket írtál fel, ami igazából nem is létezik, csak megtörtént. Nem, ez volt, aki ezért nekem szólt. Tényleg? Aha, persze, hát azért írom fel, mert az volt, hogy azt mondjuk, jóan, Peti, ez tök idegesít, amit csinálsz, ez fejezd már. Mert olyan van, nekem telefonban szokott, hogy valaki körmondatokba beszél, és mind 20-adjára oda lyukadunk ki. De hogy te, amikor mondjuk, ha többet is beszélsz, nem mindig ugyanoda lyukadunk ki, hanem még mondott tovább, csak hosszan. Igen, ami még biztos, hogy idegesítő vagyok mások, az, hogy valahogy úgy működöm, hogy megpróbálom kiegyensúlyozni a dolgokat, és ezért, ha azt érzem, hogy valaki igazság, tehát hogy valaki átbillen a másik oldalra, akkor megpróbálom megmutatni neki az ellenkező oldalt, és akkor ezért én is túl tudok billenni. Tehát ez azért... Ez ilyen érzed, egy kicsit ilyen izé vagy? Az igazság érzetem vissza akarja billenteni, és ezért sokkal, tehát hogyha valaki nyersen fogalmaz, akkor én is nyersen fogok fogalmazni. Aha. Azért, hogy azt érezzem, hogy az igazság az így helyreáll, és ezért sokszor bántok meg embereket. És ezzel nem próbálsz tenni? De próbálok. Kérdezem. De én abszolút próbálok, sőt... Jó, az azért, ez ne feledsz, szóval az elég nehéz, hogy valaki tirpák módon közelít feléd, és akkor te megpróbálsz emberi... Igen. Ez lenne a helyes, de hát azért ez, lássuk be, azért ez nekem sem menne. De van olyan is, és ezt például próbálom nagyon figyelni, de sajnos rengeteg fejlődni való van még benne. Például filmeknél, hogy én például vágóként tök hamar ugathatok, hogy ó, hát ez miért a forgatása, miért nem így történt, miért nem azon föl, nem tudom, és így magamban is így álmodom, nem hiszem, mert miközben ők persze vért izzadnak kint, és ez tényleg egy harcmező, amit leművel egy forgatóstáb, szóval minden respekt az övéki. De régebben volt én, és mostanában is így van, hogy észreveszem magam azt, hogy így mondom mondjuk a rendezőmnek, hogy azért ez, mit tudom én, nem úgy működik, és hogy rájövök, hogy ők persze mindent megtettek, hogy az úgy, de mégsem azt látom, és hogy én milyen kérvényeket nyújtok be, hogy én mit szeretnék látni, ki az anyám vagyok én, hogy ilyet megteszek, és akkor ilyenkor még magamat is idegesítem, hogy arra tél be, hogy mit pattogok én, hogy kussolnék inkább, mert egyébként pozitívan vissza lehet jelezni, csak hogy tényleg építsen, és ne az legyen, hogy azt érezze, hogy szegény csóró bárki alkotó, hogy ez az ő hibája az egész, mert igazából nem is erről van szó. Szóval, na mindegy, szóval azért van egy pár. Én erre pedig azt mondanám, hogy. És most is mennyit magyarázok, látod?
De nem oda térünk vissza, hanem elkezdődés van egy vég. Hanem, hogy én azt mondom, hogy ezek legyenek a legnagyobb izék, hibái. Szerintem akkor már megvagyunk, ha csak hát, sok hibám van, de azt majd elmondják mások. Na, ők profibak lesznek, abban biztos vagyok. Na, nézd csak cserébe, mit találtam neked? Na, mit találtál? Hogyha szükségetek van idegesítő emberek elleni tusfürdőre. Ilyet kaptam múltkor egyébként, de ha ajándékba kaptam. Ezt be kéne hozzad ide. Ez óriási. De kitől kaptál ilyet? Nem tudom és már. Miért? Valakitől ezt kaptam, nem volt jobb ötlete. De egyébként, ha gondolod, akkor várhatóan egy-két munkanapon belül ez átvehető. Hogyha ez pont kérdés lett volna, akkor akkor tud. Egyébként valakit valószínűleg ez a rohadt krumpli idegesít az asztalon. Nem, nem tudod, mi idegesít, nem engem, hanem őket, csak egy félszám láttam elő, hogy valaki már beírta, hogy az idegesít, hogy megkérdezik folyamatosan, hogy miért van itt ez a krumpli. Van, akit az idegesít, hogy ott a krumpli, valakit meg az idegesít, hogy megkérdezik, hogy miért van ott ez a krumpli. Akkor ez egy öngerjesztő folyamat. Ez egy loop. Na nézzük neki, mi van még itt? Csaki ajánlott egy olyat, hogy ugye múltkor megnéztük, hogy orbitálisnál 4-es, 6-os villamos vagyok, és most ezt, szerintem ezt te találtad, Peti talált egy olyat, hogy melyik fesztivál illik a személyiségedhez. Ezeknek egyébként mi értelme van? Azt nem tudom, de mindjárt kiderítjük. Megnézzük, hogy te ki, te hozzád, ehhez a személyiséghez, amiből ma egy kicsit többet megláthattunk. Hát nagyon jó. Melyik fesztivál illik? Szóval te ki, satszoljuk be, hogy hány éves vagy? Lehet, hogy kicsit jobban bele lehet nagyítani, nem? Hogy a ki. Aha. Miért kell satszolni? Nem kell satszolni, pif, nyom be, bír! Milyen típusú zenéket kedvelsz? Pop, rock, metal, techno, house, inkább szédelikus vonal jön be, magyar alter, zenéleg mindenevő vagyok, rap. Hát ezeket a kategóriákat sosem annyira szerettem. Én egyébként szerintem mindenevő vagyok, mindenben meg tudom találni, ha jó, vagy minőségi, vagy tetszik egy-egy dolog, úgyhogy én most ezek közül így nem választanék egyet se, hanem ezt én mondom. Én is egyébként mindenevő vonalon lennék. Egy péntek este tökéletes programja, otthon chillelni, majd szombaton jó, megyek valahova akarok, ez az egyik opció, űzni, hajtani, csapatni kell a bulit, ami a csövön kifér, napkeltéig nem megyek haza, hát ez utoljára 20 évesen volt ilyen. Beülünk valahova a barátokkal iszogatni, esetleg elmegyünk táncikálni is, de nem tervezünk hajnali barát. Nem. Nem mondd már, nem az vagy, aki elmész, picit iszogatsz, a táncikálni azt nem tudom, de hogy nem tervezel hajnalig maradni. Ez hát, inkább te vagy, nem? De nekem nem ez a tökéletes, ez egy jó program, de az a baj, hogy egyik se tökéletes, mert a kettő között vagy, én már öreg ember vagyok, én bevallom, hogy én szeretek péntekest a nyugiba otthon lenni. Na most már húzod magad a banyatankkal. Én a kettő között vacilálok, igazából persze, mondjuk ha veszem azokat a péntekeket, amikor együtt vagyunk este, beülünk, tovább megyünk valahova, hát nem táncikálni feltétlenül, de hogy megyünk, tökre szeretem azokat, de legalább annyira szeretek otthon csillelni, és majd szombaton. Egyébként most is így lesz, hogy, hogy most a szombaton megyek valóban, nem is azt jelenti feltétlenül, hogy bulizni, vagy nem tudom, de hogy találkozok valakivel, vagy nem tudom. Ebben a pillanatban csak azért választom az elsőt, mert ma így lesz, hogy pénteken otthon vagyok, viszont szombaton megyek valóban is. Akkor a nyugis teki, aki majd most, később eldönti, mit akar. Így van, de egyébként a harmadik is adja. Az alábbiak közül melyik italt választanád? Sör, bor, nyáron jöhet a fröccs, vodka soda, gin tonic, aperol, bármi, ami rövid és gyors, alatt köszönöm, nem iszom. Hát mostanában, én régebben sörösebb voltam, mostanában bor meg fröccsözök inkább. Hogy koncertezel teki? Pöröksz, forogsz, táncolsz, tombolsz, minden másodpercet kiélvezed a zenének. Na, azt megnézném. Hát volt olyan, de nem most. Inkább ellötyöksz a küzdőtér közepén. Hát közepén biztos, hogy nem, jöhet a Sugar Body Surf, most az nem is tudom, hogy mi. Nézőtér végében foglalok magam, mi a most? Kényelmes, írjátok meg. Kényelmes helyet, és ülve élvezem a zenét. Hát, ha nem is ülve, de most a utolsó Azi koncertből azért mi a mindenki nézőtér végében voltunk, jól éreztük magunkat, élveztük az a dolgok előnyét, hogy ott a klotyó, pogó a most. Pult. Na, ezt nem tudtam, kösz. Hát akkor az nem. Úgyhogy én inkább ez. Nézőtér végében foglalsz akkor egy kényelmes helyet. Hát most én a... volt időszakod, amikor szétpörögted magad, vagy te mindig ennyi válasabb voltál? Az túlzás, hogy tehát van ez a csillest, meg van a szétpörgés, maximum a kettő között voltam. Fiatalabbként nagyon sok 30-20 koncertre jártunk, meg nem tudom, ott volt, hogy még gödör volt, hogy bementünk a harmadik sorba, meg nem tudom, de nem volt ilyen megörülős dolgok, meg nem aljör, jó, azt nem is mondom. De az tény, hogy most ebben én nagyon bácsi vagyok. Mobil WC-kkel hogy állsz? Én a nópara megoldom vagyok, amúgy látszódik. Nem vergődni. Nem, hát a húgyozni kell, akkor húgyozni kell. Na milyen a szettet teki, te kiöltözöl? Felveszed a gúnyádat? Az ünnepi gúnyádat? Nincs gúnyám, várjál. Az a kényelmes batikolt otthonos, enyhén sok elegáns, harmonikos, kifinomult, meggyőző a kiszemeltek számára. Mi az, hogy kiszemeltek? Hát gondolom, akit fel akarsz szippantani este. Praktikus, kényelmes, de jó. Kigondolt, kirívó, szexi, kevés. Az! Kirívó vagy, egy ilyen izével elképzelek, egy ilyen meggyel, vagy mi ez, cseresznyével. Hát figyelj, ezek közül nem tetszenek a válaszok, ez biztos, hogy nem, enyhén sok
Mi az, hogy nem? Hát ha ezek közül kell választani, akkor talán a praktikus kenyésre jó kigondoltra mennék, ami nyilván kicsit ilyen nagyképűnek hangzik, de ezek közül nem, ezek közül ezt választom. De nem ez a igazolám szerintem. Jó, de mi az, ami a táskádból nem hiányozhat? Naptej, életemben nem nincs volt naptej. Nincs is táskád. De. Van táskád? Hát amikor bringázok, most is ilyen hátén van, de az csak a munkában nekem van. Nekem nincs, táskád. Én nem tudtam magamnak táskát venni. Én csak a laptop miatt. Szóval naptej, életemben nem volt naptej. Nem is tudod, mi az lehet. Egy kis becsempészett itóka. Én nem merek csempészni itókát. Majd erről beszélek. Powerbank biztos, hogy nem. Ószer, hát nem. Hát most már biztos, hogy nem, de régen sem volt jellemző, hogy nálam ilyen, tudod, voltak most olyan haverjaim. Most már nem védekezze. Most már nem. Voltak olyan haverjaim, akik, tudod, így, mint az amerikai PTB, így lenyílós ilyen izék voltak. Tehát nekem ilyen nem volt. Reggelre semmi nem maradt belőle. Hát használni se kellett soha mindegy. Szőlőcukor. Az Tominál lenne. Tomitól kérnék. Kérnék. Ezek közül akkor izét választanám, a lapos üveget. Tényleg? Igen, de csak azért, mert életemben egyszer a Fishing on Orphan, amikor életemben először voltam 2010-ben, tudom, hogy volt nálam, apukámtól kaptam egy lapos üveget, és azon nyomban elhagytam aznap este, mert kotta volt. Mit csinálsz két koncert között? Fetrengek a fűkben barátokkal, elugrom haza a sátorba átöltözni, keresek valamit enni, felkeresek a fesztiválon valami napközbeni kulturális művészet, persze, gyorsan lehetszek a kültéri edzőparkban. Hát ez kettő van, vagy keresek valamit enni, vagy most ez nem tudom, a két koncert között. Hát kim vagy egy fesztiválon, ugye? De én csak este vagyok, tehát én például olyan nem, olyat hát nem mondjuk, csinálok. Most hogy... képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk nem csak este mész ki, hanem mondjuk kimész délután kettőkor, és van háromkor egy koncert. Hát de akkor viszont hat... vagy keresek valamit enni, vagy elugrom haza. És nem hazamész a kettő között? Hát de most érted, ha ott van a szállásom 500 méterre, akkor igen. Tehát ja, ez azért értem. Sok mindent de az emberek haza nem ugranak csak el, ha egy fesztiválra, aminek lemész mondjuk izére a Soundra, vagy valahova, akkor nem mész haza. Hát, hogyha kilométerre akarsz, nem. Jó, hát hogyha ott a sátrad, akkor azt értem, mert akkor bemész, chillelsz. Okay. Igen, hát most azért nézd, de akkor legyük a... Pihensz. Inkább eszünk. Enni kell. Zabáljunk. Na, ez mi? Ez mi az anyám? Mi az a kis cica? Ezek már a szetteket kell. Válasz egy kis cicát. Ezt miért rakták ide végére? Nem tudom. Válassz egyet, te ki. Jó, választom ezt. Ezt a macskát? Jó, egyébként tudod mit? Oké, mert őt szerintem kevesen választják. Válaszd őt. Az orszarút most visszaegyenlítetted. Micsoda keretes szerkezet ez? Na értékeljük azt a kvízt. Hoppá! Művészetek völgye. A művészetek völgye az, ami neked jó. Azt tudtad, hogy imádod a képzőművészetet, a zenét, a színházat és a hagyományőrzés is közel áll a szívedhez teki. A klasszikus, porban fetrengős fesztiválok helyett pedig jobban szereted a zsibongó, mégis családiasabb légkört. Ha szeretsz kiszakadni a nagyvárosok zajából és szeretek. Felfedezni a vidéket, akkor neked a művészetek völgye való. Kapolcs! Talján dörögd! Már látom, hogy így jön a... Csak egy falu Magyarországon, Talján dörögd. Vigánt... Hát ez ugye jó. A Balaton felvidék csodálatos tájai. Mi az, hogy vigánt petend? 9 napon keresztül várnak rád az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. Ez egyébként félig igaz, viszont elég sok fesztiválon voltam itthon, de a művészetek völgyé sose voltam. Na, vagy völgyében, vagy nem tudom. Most már mit megajánlott neked egy ilyet? Töltsétek ki ti is, ha van kedvetek, és nézzétek meg, hogy mi a jó fesztivál nektek. Jaj, adj erőt. Jó, van ez így. Ez is hogy lesz? Vidám péntek, aztán szombaton látja. Nem baj. Ádám. Úgyhogy most ez egy hétvégi adás lesz, reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Te ki záróképpen még annyit mondja nekem, hogy áll az új projekted. Milyen projektem? Most szerezel zenét, nem? Most nem lesz egy új albumod? Dolgozgatom rajta, köszi a kérdés, de egyébként ősszel majd jönnek dolgok, csinálgatom. Azt akarom, hogy a turném már valamit ott nyomjam. Hogy... Te addig Spotify-on, tényleg a Spotify az most hogy van neked? Az működik? Vagy az be működik, van? De egyébként múltkor voltak ilyen parák, hogy eltűnt, ezt nem vette észre senki, mert kutyát nem tudta, hogy ott vagyok Spotify-on, de hogy eltűnt, képzeld el Kaliszesen vagy ott is. Aha, ez mindenhol. De hogy tök érdekes, hogy ez most tök mindentől független, hogy tudnak eltűnni dolgok, és én supporttal kellett leveleznem, és ők meg küldték a print screeneket vissza, hogy ott van. Én innen Magyarországról nem tudtam elérni a saját szarjaimat. Na, de iratkozzatok fel, meg nézzétek meg a Kali Session-t, mert pörögnek a zenék. Ez ilyen felszopó rész? Akkor igen, nézzétek meg a Duszka rész. Petit is, holnap jön az új rész, a minek? Nem. Átjáróháznak a második. Nagyon jó lesz. Ez nagyon fú, jó lesz. Egyébként nagyon nem miattam, hanem a Zsombor szupert vágott. Igen? Aha, úgyhogy bohóckodok majd ott hétvégén is. Akkor lesz mit nézni. Lesz mit nézni, az rengeteg tendő van, úgyhogy de ne csak minket nézzetek, hanem iratkozzatok fel a fókuszcsoportra, a Jól van ez ír, a Cér nagy árat be lehet követni. Vegyétek a Radics sörét, most ittam életemben először, képzeld a hétvég, vagy hétfőn egy tejfakaszton voltam, tök jó. Mostanában, ahogy mondtam, nem annyit csörözök, hanem inkább fröccsözök, és meg voltunk elégedve, nem is számítottam rá, és ez most senki nem kért meg erre, hogy mondjam, de tényleg azt mondom, ha nem a Radics sör lenne, akkor is elmondanám, hogy ittam egy tök jó
sört. Vegyetek tőle, Radics, támogassátok, nézzetek Halír magyar filmeket, ez nagyon fontos. Vigyázzatok magatokra. Figyelj, a legutolsó csokoment, Mizu azzal a krumplival. Hát csak ez érdekli az embereket. Krumpli, mindig hozunk ide valamit, basszus. Ki fogjuk találni, hogy ki fogjuk találni. Ha még leszünk itt bármikor, két hét múlva mondjuk leszünk, valamiket hozunk, mert itt van, és igen, mert az úgy látszik, hogy ennek mindennél nagyobb sikere van. Bármit mondhatunk, a krumpli. Jó, ezt azért a tudott többi ilyen műsorban lévő emberek is el szokta mondani, hogy mondhat bármit, de hogyha a sapka kicsit félrel, vagy valami van, az viszi el a prímet. Igen. Szóval vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, béküljetek ki, nagyon fontos. Ne bosszátok fel egymást. Nem, semmiképpen. Legyed... Ne lihegjetek a többiek tizét tarkójába. Ne nyalogasd meg a tarkóját, mert lehet, hogy nem szereti, vagy kevésbé erre vágyik. Egy teljesen idegen ember előttetek a sorba. Ne rágd a körmöd. Ne rágd a körmöd a 20-as buszon, miközben a JBL bömbölteted. És miközben te valami koszos izét fogtál meg, mi ez? Kapaszkodott, és berágod a körmöd. Miért van az, hogy te mindig te mondod az undorító dolgokat? Nem tudom, szerintem ez vicces. Nézzétek az élet jó oldalát, és ami nagyon fontos, kerüljétek a közhelyeket. Adj erőt, és adjatok erőt. Adjatok erőt, mert teki, mi két hét múlva újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Ezt nem láttam jönni...